Volodymyr Zelenszky elnök, Denis Mihály miniszterelnök és Valerij Zaluzsny a fegyveres erők főparancsnoka a Szenteste napján köszöntötte Ukrajna népét karácsony alkalmából. Az orosz invázióval szembeni bátorító ünnepi üzenetet tett közzé karácsony este Volodymyr Zelenszky. A végén elvész a sötétség, legyőzzük a gonoszt, fogalmazott videó üzenetében az elnök. Hozzátette, hogy az egész ország együtt fog imádkozni az ünnepek alatt a szabadságunkért, a győzelmünkért, Ukrajnáért. Zelenszky köszönetet mondott az ukrán katonáknak, akik a fronton a lövészárokban töltik a karácsonyt, és megosztotta gondolatait azokkal a családokkal, akik idén a harcoló férjük, a fiúk, apjuk nélkül töltik az ünnepeket. Valamennyi harcosunk Ukrajna őrangyala, mondta Volodymyr Zelenszky. Denis Mihály miniszterelnök köszöntőjében arra emlékeztetett, az ukrán fegyveres erőknek köszönhető, hogy a karácsonyi ünnepeket egy szabad, független, megtörhetetlen Ukrajnában ünnepelhetjük. Kívánom, hogy mindenki érezze az ukrán nép megbonthatatlan egységének jóságát és melegségét, mondta a kormányfő. Valerij Zaluzsny, az ukrán fegyveres erők főparancsnoka, az országot védő ukrán katonákat köszöntötte karácsony alkalmából, és felszólította az ukránokat a hőstetteik tiszteletére. Köszöntöm a karácsony fényes ünnepe alkalmából minden katonánkat, tengerészünket, őrmesterünket és tisztünket, minden harcosunkat, aki fegyverrel a kezében harcol, hogy a világot ne borítsa el a sötétség. Tisztelet azoknak, akik most nincsenek velünk, akik életüket adták a hazánkért, az igazságért és a szabadságért, emelte ki Valerij Zaluzsny. Az elmúlt nap folyamán az ukrán fegyveres erők légiereje 12 olyan területre mért csapást, ahol orosz megszállók katonái, fegyverei és katonai felszerelései voltak, írta az ukrán vezérkar jelentése alapján a helyi sajtó. A vezérkar hétfő reggeli jelentésében azt is megerősítette, hogy a légvédelmi erők egyszerre két orosz vadászbombázót is megsemmisítettek. Az orosz fegyveresek két rakéta és 61 légi csapást mértek, továbbá 45 alkalommal rakétavetőkkel lőtték az ukrán csapatok állásait. Ennek következtében több civil meghalt és megsebesült, több lakóház és más polgári infrastruktúra is megrongálódott. Ugyanakkor az ukrán légvédelmi erőknek sikerült megsemmisíteniük 29 Shahed drónt is abból a 31-ből, amit az oroszok vasárnap Ukrajna ellen vetettek be. Az orosz légicsapások 17 települést értek Harkiv, Luhanszk és Donyeck régióban. Csernyihiv, Szumi, Harkiv, Luhanszk, Donyeck, Zaporizsja, Herszon és Mikolajiv régiókban mintegy 100 település került tüzérségi tűz alá. Ukrajnában módosulnak a mozgósítás feltételei, az erről szóló törvénytervezetet már a következő napokban bejegyzik a legfelső tanácsban, közölte vasárnap Rustem Umerov. A védelmi miniszter elmondta, a hatóságok a társadalom számára érthető felelősségi mátrixot vagy mozgósítási mátrixot készítenek. A biztonsági és védelmi erőkkel, a kormánnyal és a legfelső tanáccsal tárgyalunk, fogalmazott a védelmi miniszter, aki szerint a mozgósítás feltételeinek módosítása, illetve annak összetevői nagyon értelmes és mindenki számára szükséges játékszabályok kell, hogy legyenek. Társadalomként meg kell értenünk, hogyan fogjuk visszaszerezni a földünket, és ebben a tekintetben a mozgósítás, leszerelés, halasztás, szociális védelem, ezek a kérdések tisztázásra vagy változtatásra szorulnak, mondta. Azt is megjegyezte, ha a kormány segíteni akar a társadalomnak, akkor meg kell mondania, hogyan és kit akar behívni a hadseregbe, és mi lesz az emberrel, ha leszerel. Ennek érdekében készül a törvénytervezet, tette hozzá Rustem Umerov. A kárpátaljai iskolabuszok flottája, amely 220 járműből áll, a napokban 6 újabb busszal egészült ki. Ezek az oktatási támogatás és az Olena Zelenszka védnöksége alatt működő akadálymentesítési program keretében érkeztek. A 6 járműből 2 a mozgássérült gyermekek szállítására lett kialakítva. Az oktatási program keretében támogatást kaptunk az állami költségvetésből, ebbe a helyi közösségek is bekapcsolódtak, így 30 buszt vásároltunk.
Ezek között vannak a fogyatékkal élő gyermekek szállítására szolgáló járművek is, a First Lady felügyelete alatt működő akadálymentesítési program részeként. Hálásak vagyunk, hogy a háború alatt találtak forrásokat az állami költségvetésben, és köszönjük a kistérségeknek, hogy hozzájárultak a finanszírozáshoz, fogalmazott a kormányzó. A régió összesen 30 iskolabuszt kap idén. Az első 10 ősszel érkezett meg, most egy 6 járműből álló tétel lett átadva, és az év végéig további 14-et fognak leszállítani. Az iskolabuszok elosztása prioritás elvén alapul, valamint azon, hogy az adott kistérség képes-e társfinanszírozásra. A gyermekek számára akadálymentes hozzáférést biztosító buszok drágábbak. Az ilyen felszerelés nem rendelkezők, valamivel olcsóbbak. Az átlagos költségük körülbelül 3 millió hrivnya. A kistérségi finanszírozás 10%-os. Mindenek előtt a bázisiskolákat látjuk el járművekkel. Azok a közösségek élveznek előnyt, ahol alacsonyabb az autóbusz ellátottság szintje, fogalmazott a megyei tanács elnöke. A kaszómezői iskolának több mint 350 diákja van. Sok gyermeket, elsősorban a 3 kilométernél távolabb élőket be kell szállítani az iskolába. A kistérségben fogyatékkal élők is vannak, akik közül néhányan jelenleg otthon tanulnak. 65 gyermek utazik be távolabbról az iskolánkba. Eddig egy magáncég szállította őket, de most, hogy az iskolánk kap egy buszt, mindez sokkal egyszerűbb lesz. A tanulók közül 6 diák mozgássérült, 3 közülük egyénileg pedagógiai támogatás mellett tanulnak otthon. Most az egyik mozgásképtelen gyerek elvégezte a 9. osztályt, egy másik pedig elsős, fogalmazott az iskola igazgatója. Az egyik speciális busz vezetője elmondta, hogy ezek a járművek megfelelnek a hegyi utak körülményeinek. Egy út során 20 iskolást és 4 fogyatékkal élő szemét tudnak szállítani, valamint 2 kerekes szék is elfér a járműben. A buszt fogyatékkal élők számára tervezték, a kerekes székes ráhajt a rámpára, a szerkezet felemelkedik, és az illető személy már is az utastérben van. Biztonsági övek is vannak, 20 ülőhely plusz 4 mozgássérült ülés és 2 hely a kerekes székeknek. A busz hátsó kerék meghajtású, vidéki, keskeny utakra tervezték, mondta a buszvezető. A háború kezdete óta Kárpátalja 75 iskolabuszt adományozott a hadseregnek és a felszabadított régióknak. Most Kijev a visszaszolgáltatási program keretében a lefoglaltakat nem csak új, hanem technikailag továbbfejlesztett járművekre cseréli. Közös elcsendesedést és imádkozást követően vette kezdetét a munkácsi magyarok karácsonyi ünnepsége. Az idén 5. alkalommal megrendezett eseménynek a Munkácsi Mihály Magyar Ház rendezvényterme adott otthont. Az ünnepi köszöntőket követően díjazták a KMKSZ Munkácsi Alapszervezete és a Munkácsi Mihály Magyar Ház közösen meghirdetett Békés Karácsony alkotó pályázat nyerteseit. Ezután a gyerekek vették birtokukba a színpadot. A Munkácsi Magyarok karácsonyi koncertje, a Latorcaparti Város oktatási intézményei és érdekképviseleti szervezetei összefogása révén jött létre.
örömteli mindenképpen, hogy ötödször ünnepelhetünk, és örülünk annak, hogy a gyerekeink itt vannak, örülnek, részt veszünk, ennél szebb nincs. A béke persze még ott van, háttérben, de mi úgy érezzük, hogy a lelkünkben békesség van. És biztos, hogy ez meg fogja hozni az országunkban is, és hát nagyon-nagyon remélem, hogy egyszer csak a világban is. Legyen minden napunk karácsony! Ez egy olyan rendezvény, ami mindig reménnyel tölt el, és a karácsonyi várakozás egyik igazi felkészülése. Reménnyel tölt el mindig, mivel mai napon is, ilyen nehéz körülmények között is, az eredetileg számított 200 vendég helyett legalább 300-an jöttek el, új padokat kellett beállítani, mutatja, hogy ez a kárpátaljai magyar közösség, ezek a munkácsi magyarok élni akarnak, itt vannak, ragaszkodnak a nyelvükhöz, kultúrájukhoz, és példát mutatnak mindannyiunknak. Meg azt is egy kicsit megmutatják, hogy érdemes harcolni, érdemes küzdeni azért, hogy mindez megvalósulhasson. Pásztorok, pásztorok körvendezve, sietnek Jézushoz Betlehembe, köszöntést mondanak a kis dednek, kíváncságot hozott az embernek. Angyalok szózata minket is hív, értse meg ezt, de hát minden hűszív. A kis ded Jézuskát mi is áldjuk, mint a hipásztorok magasztaljuk. Elsősorban azt érzem, hogy bővíteni kell, több széket kell, hogy vásároljunk, és ennek nagyon örülök, hiszen végre azt érezzük, hogy a közösség megjelent, megszólalt, illetve ami még nagyon nagy ajándék, hogy egy magyar intézménynek visszakapta ugye az igazgatóját Sink István személyébe, úgyhogy ezúton is gratulálok nem csak neki, az iskolának, de az egész közösségnek, hiszen az igazság az győzedelmeskedett tulajdonképpen. Istennek, tehát itt közel 300-an vagyunk, és olyan kellemes problémával találkozunk, hogy nincs elég ülőhely. Főleg így Covid után, háború közben, hogyha a munkácsi magyar közösségnek ez a problémája, hogy nincs elég ülőhely egy ilyen rendezvényen, akkor ez a közösség még hosszú ideig élőképes, ez a közösség a megmaradásért küzd, tesz érte, és van még szép magyar jövő itt Munkácson. Meg vagyok elégedve, hogy munkánk van benne, sok előkészület, de közösen összefogtunk, és a legújabb újításunk az idei évben az, hogy a Református Egyház és a Katolikus Egyház kórusa közösen próbáltak, most kimondottan erre az alkalomra, és itt előadtak közösen a Mennyből az angyalt énekelték, mert ez is egy
mutatja azt, hogy fogjunk össze, már akik itt maradtunk, magyarok. Mi itt Munkácson ugye kevesen vagyunk, mindig azt mondom, hogy mintha egy falu legynénk a városba. Szóval a magyarok annyi, mint egy kis falu, egy nagy városba, akkor már nem menjünk már szerteszét, hanem jöjjünk össze közösen. Hál' Istennek van hová, van kinek, és van miért. Örülök neki. Szereplők, a gyerekek, a kicsiktől a felnőttekig, mindenki csodálatos volt. Ez egy igazi élményszámba ment ez a mai este. Az ember kellemesen meg tudott pihenni be, mert tényleg kiszakadni a hétköznapokból, és bekerül egy ilyen közösségbe, egy ilyen műsort meglátni, az ember nagyon feltöltődik itt karácsony előtt. Fényességet kaptunk a lelkünkbe, karácsony előtt szerintem ez mindenkinek szüksége van rá, pláne a mostani helyzetben, amikor szerintem sok szétszakított család van, és ez most olyan jó volt, hogy így összejöttünk, munkácsi közösség is, és egy kicsit együtt ünnepelhettünk. Úgyhogy mindenkinek boldog karácsonyt, áldott ünnepet, és nagyon-nagyon pozitív jövő évet. A karácsonyi ünnepség szervezői mindenkire gondoltak. A koncertet követően a fellépők ajándékcsomagot, a vendégek mézes kalácsot vehettek át, és a szeretet asztalánál folytatódhatott az örömteli együttlét. A karácsony előtti napokban a borzsavári zenekar sikeresen megvédte a népi együttes címét. A védésre a mezővári Egyház a Nemzetértben került sor, ahol a szokásoktól eltérően nem zárt teremben, hanem színpadon, a közönség előtt ünnepi előadással védték meg címüket. Az öttagú borzsavári zenekart sokan ismerhetik, hiszen az elmúlt években Kárpátalja számos pontján léptek fel. Miközben népszerűsítették a magyar népzenét, vidám dalokkal táncra perdítették a közönséget, vagy éppen ünnepi pillanatokat hoztak egy-egy vallási rendezvényen részvevők számára. Minden műsor, minden koncert, minden egyes alkalom, amit mi prezentálunk, ez mindegyiknek nagy értéke van számunkra. És minden műsorunk valamilyen apropóból
indul el és fogalmazódik meg, amit mi a közkincsé szeretnénk tenni. A mai napon címvédésre is sor került, amellett, hogy egy adventi, egy előkarácsonyi műsor köré építettük ezt a címvédést. Ezt először a Borzsavári Zenekar 2012-ben kapta meg. Egy szakbizottság úgy döntött, hogy minket felterjeszt erre a címre, ami számunkra egy nagyon fontos mérföldkő. Lehet mondani egy lenyomat, egy uton, ami nem nagy, de számunkra nagyon fontos. És ezt a címet minden három évben meg kell védeni, és immár most harmadjára védtük meg ezt a címet. Közbeszólt a Covid, meg a mai jelen helyzet, de viszont a megyei kulturális osztály kérte, hogy bármilyen szerény módon, de ezt muszáj nekünk megvédeni, hogy ez a népi cím ez folytatódni tudjon tovább. Úgyhogy ez volt az első és a legnagyobb apropója a mai napnak, és ezt mi nem szeretünk volna szárazon, mint egy vizsgát megtenni, hanem adottak a gyerekek, adott a nemzetház, adott minden lehetőség, és úgy gondoltuk, hogy egy kicsikét belehelyezzük egy karácsonyi műsorba, kedveskedve a tisztelt zsűrinek, akik Ungváról jöttek, és a Beregszászi járási hivatalból, a kulturális ügyosztályról onnan is, és ők is megtiszteltek minket, úgyhogy ezt ajándékoztuk mi nekik. Remélem, ők is megajándékoznak valami jóval, valami biztatóval, reménykeltővel, ami majd azt fogja igazolni, hogy még mindig népi címesek vagyunk, és folytathatjuk azt a munkát, amit elkezdtünk. A védésen az Ukrán Kulturális Minisztérium jóváhagyásával megyei és járási zsűri vett részt, akik a koncert után pozitívan értékelték a látottakat, valamint a borzsavári munkásságát. Ma azért vagyunk itt, mert a Borzsavári Népi Együttesnek meg kellett védeni a népi titulusát. Emelkedett hangulatban távozunk a mai eseményről, mert csodálatos programot láthattunk, amelyben olyan gyerekek léptek fel, akik valóban őrzik, ápolják és népszerűsítik a hagyományos magyar népzenét és kultúrát, amely része Ukrajna kulturális sokszínűségének. Az együttes ma magas színvonalú előadást mutatott be. Ez családi együttes, ezért mindig jó leső érzés hallgatni és látni őket, mind megyei, mind országos és nemzetközi szerepléskor. Mert nem tudni, mit hoz a holnap, mennyi hidehagyott lélek borul le előtted. Hány összetölt reményt tűztek még hozzád, ki nem mondott jart és könnyeket, néma könyörgéseket, vérző szíveket. Te vagy a hit és a remény, mert megindult már a föld és az ég, hogy elsodorja szerető gyermekeidet. Én a kicsi korszem kérlek, soha ne hagyd elaludni az örökké élő Betlehem fényességét. Mert égnie kell mindörökké, hogy hinni tudjanak te benned. Amikor kigyúlnak a karácsonyi fények, együtt kell dobbanni az emberek szívének. Szóljon idén arról minden mese ének. Varázslata van a szív szeretetének. Nyisd meg hát szívedet, öleld a világot. Minden ember legyen örömmel megáldott. Mosolj a vidés fel szóval öleléssel. Tiszta érzésekkel, mint szívedbe véssel. Terem egy szerető, élhető világot, amilyet az ember eddig még nem látott. Megfagyott szíveket, tölts meg szeretettel. Legyen a világon boldog minden ember.
A zenekarnál kiemelt hangsúlyt fektetnek a fiatalok pallérozására és a tudás átadására. Az elmúlt években ennek köszönhetően többen választották a néptánc és népzene világát, ezért nem meglepő az sem, hogy a mostani védésen is helyet kaptak a fiatalok. A Bozsavári címét szerettük volna megvédeni, mivel hogy ő Ukrajnában van egy ilyen cím, hogy Narodni Amatorszki együttes, és ezt meg kell védeni minden 3 évben, és úgy gondoltuk, ahogy a kérdésben is elhangzott, hogy mit ér egy zenekar, ha nincs kinek talpaló alávalót játszani, ha nincs kit kísérni, és pont ezért döntöttünk úgy, hogy itt karácsony előtt akkor összehívjuk a gyerkőcöket, akikkel egyébként egész évben együtt vagyunk, és sokan vannak, sokan elmentek, de nagyon sokan maradtak is, ezért mindig úgy érezzük, mikor rájuk nézünk, hogy van miért maradni, van miért dolgozni, van miért valamit alkotni, hogy élvezzék, hogy ők is átéljék azt, amit mi, ahogy szeretjük a zenét, ahogy szeretjük a zenének a kifejezését, ami alátámasztja azt, amit üzenni szeretnénk. Nyilván a népzene a gyökereinket hirdeti, hogy van mihez ragaszkodnunk, és hogyha ezt elengedjük, akkor egy olyan gyökértelen fának nincs is nagyon értelme. És a hit pedig ez mindezt összefogja, kovácsolja, erősíti, és mi így szeretnénk átadni nekik azt, amit mi képviselünk. Nyilván örömmel csináljuk, ha nem úgy lenne, akkor már valahol máshol lennénk, vagy más csinálnánk, de ez így jó. Népi együttesi címüket először 2012-ben szerezték meg, és azóta folyamatosan meg is védik azt. Ma itt Mezőváriban sor került a Bozsavári Népi Együttes címvédésére. Erre az eseményre 3 évente egyszer kerül sor. Ma ez az együttes méltóképpen igazolta a Népi Együttes címre való jogosultságát. A bizottságban részt vettek a megyei közigazgatási hivatal képviselői, a megyei tanács módszertani központjának munkatársai és a Beregszászi Városi Tanács kulturális osztályának képviselői. Gratulálunk az együttesnek. Ők valóban a Beregszászi kistérség büszkeségei. Rendszeres résztvevői a helyi, országos és nemzetközi fesztiváloknak. Örülünk, hogy vannak ilyen tehetséges zenészeink és fiataljaink. További sikereket kívánunk a számukra. Természetesen a koncerten sem maradhattak el az ünnepi dallamok. A Bozsavári Együttes karácsonyfája alá pedig jelképesen oda került a népi együttesi elismerés is. Karácsony ünnepén
Jézus születését ünnepeljük, azt ünnepeljük, hogy a világosság a sötétségbe jött. Maga Isten emberré lett, hogy az emberiség, amely a sötétségbe volt, megkapja azt a világosságot, amely után vágyott. Jézus köztünk van, ő az igazság, ő az út, amelyik vezet az élethez, és habár több mint 2000 éve már köztünk van, mégis csak nagyon sok a sötétség, főleg ebben a háborús időben. Kedves testvérek, ez arra szólít fel minket, hogy ne felületesen ünnepeljük a karácsonyt, hanem keressük a mély kapcsolatot Jézussal, aki a világosság. Jézussal, aki a béke ura. Keressük Jézust, hol tudjuk őt megtalálni. Az egyik hely, ahol meg tudjuk találni őt, ez a keresztény közösség, ahol összejönnek a hívők, hogy Jézussal találkozni, befogadni az ő világosságát, hallgatni az ő tanítását, megtérni, bűnbánatot tartani, és befogadva a világosságát, továbbvinni a világosságot ebbe a világba. Tegyünk meg mindent, hogy ezen a karácsonyon a mi szívünk minél mélyebben teljen el Jézus világosságával, és vigyük egymásnak ezt a világosságot, ezt a reményt, és legyünk a béke emberei. Krisztus születik, dicsőítsétek őt! A munkácsi görögkatolikus egyház nevében áldott kegyelmekben gazdag, békés karácsonyi ünnepeket kívánok mindenkinek. Ahhoz, hogy ezek a jó kívánságok beteljesedjenek, szükség van arra is, hogy tegyünk érte valamit. Ahhoz, hogy a karácsonyunk és az egész életünk áldott legyen, áldani kell az Istent. Aranyszájú Szent János liturgiájának egyik imádságában a pap így fohászkodik az Istenhez. Te megáldod a téged áldókat. Áldani, dicsőíteni az Istent az ember egyik legcsodálatosabb feladata és kiváltsága. Az életünk minden napján a legapróbb cselekedetekkel, egy mosollyal, egy köszönömmel, egy dicsőséggel dicsőíthetjük az Istent, és az ő áldását ezzel kikérhetjük, kiérdemelhetjük. Ahhoz, hogy a karácsonyunk és az egész életünk kegyelmekben gazdag legyen, szükséges, hogy utánozzuk a boldogságos Isten szülőt, Szűz Máriát. Hiszen az örömhír vételkor Gábor arkangyal úgy nevezte Máriát, hogy ő kegyelmekben teljes. És miért volt Mária kegyelmekben teljes? Azért, mert élete egész során igyekezett az Úristen akaratát megismerni, elfogadni és teljesíteni. Ha mink is kegyelmekben gazdag életet akarunk élni, nekünk is az Úristen akaratát meg kell ösmernünk a mi saját életünkbe. Igyekezzünk el a Jóisten segítségével azt teljesíteni és teljesíteni. Akkor is, hogyha valami könnyűt kér tőlünk az Isten, de akkor is, hogyha nehézségeket állít a mi életünkbe, hogy megpróbálja a mi hitünket. És így az Isten kegyelmében tudunk élni. A nehézségeken átvészelve, átélve érezzük az Istennek a kegyelmét, az ő kegyelmének a gazdagságát, az ő szeretetének a teljességét. Ahhoz, hogy a karácsonyunk és az egész életünk békés legyen, szükség van egy belső békére. És ennek a belső békének a forrása az Isten. Az Isten, aki leszállt az emberek közé, hogy velünk együtt éljen, megossza velünk a saját életét, hasonlóvá legyen hozzánk, ahogy Szent Pál apostol mondja, mindenbe a bűnt kivéve. Krisztus a mi békénk. És akkor is lehet békés a karácsonyunk, vagy az életünk, ha körbe dúl a háború, ha békétlenség van a világ különböző pontján. Sőt,
hogyha azt akarjuk, hogy eljöjjön a béke, hogy béke legyen végre a háború után is, szükséges, hogy békére találjunk az Istennel. És ez a béke, ez a béke kapcsolat talán leginkább a bűnbánaton keresztül tud beteljesedni. Hogyha bűnbánó szívvel kérünk bocsánatot az Úristentől, akkor békében élünk vele, akkor békességben élünk vele, és más emberekkel, embertársainkkal. Hiszen azok, akik a háborút elindították, akik a háborút fenntartják, olyan emberek, akiknek a szívéből hiányzik a béke. Egy békeszerető ember, egy ember, aki Istennel és embertársival békében él, a szeretetre és a békességre törekszik. Kedves testvéreim, ezekben a nem könnyű időkben, amelyeket az Úristen megenged, hogy átéljünk, legyen ez a karácsony is számunkra egy ünnep, egy csoda, egy karácsonyi csoda, hiszen karácsony ünnepe megmutatja nekünk, hogy az Úristen ígéretei mindig beteljesednek. Karácsony történései több száz esztendővel Jézus Krisztus születés előtt meg volt jövendőlve, nagy-nagy pontossággal, s mindazt, amit az Úristen a prófétákon keresztül tudtunkra adott, az emberek tudtára adott, azt karácsony éjjelén beteljesedett. A szűz fogant, fiút szült Betlehembe. És ez azt is jelenti, kedves testvérém, hogy az Úristen többi ígéret is be fog teljesedni a mi életünkbe. De ehhez az kell, hogy áldjuk az Istent, az Isten akaratát keressük és teljesítsük, békében éljünk. Még egyszer mindenkinek nagyon-nagyon boldog karácsonyt kívánok, Krisztus születik, dicsőítsétek őt! A legcsodálatosabb ünnep alkalmával köszöntöm a Kárpátaljai Magyar Református Közösséget, minden keresztény embert, minden magyar embert a Kárpát-medencében Isten igéjével. Máté evangéliumából olvasom az első rész 23. versét. Íme a szűz fogan méhében fiút szül, akit Immánuelnek neveznek, ami azt jelenti, velünk az Isten. Nagyon sokszor hallhatták már ezeket a szavakat, ezt az igeverset, nagyon sokan ismerik kívülről. Mégis ebben a 2023-as esztendőben ez az ige nagyon fontos volt sokak számára, akik itt Ukrajnában, Kárpátalján, úgy gondolom az egész világon érezték azt a különleges nyomást, ami ránehezedett az emberekre. Immánuel, velünk az Isten. Velünk az Isten a természetünkben, velünk az Isten a bánatunkban, velünk a munkánkban, büntetésünkben, velünk van a sírban. És most már mi vele vagyunk, ő velünk van a feltámadásban, vele vagyunk a mennybe menetelében, vele vagyunk a győzelemben, és vele leszünk második eljövetelének ragyogásában és dicsőségében. Velünk van. Ma is a kiszolgáltatott állapotunkban. Ő is volt kiszolgáltatott. Velünk van minden pillanatunkban. A családunkkal vagyunk, vagy a családunktól távol. Velünk van. Ezért ne féljetek. A Lukács evangéliumában a második részben azt halljuk. Ne féljetek, mert íme hirdetek néktek nagy örömet, ami az egész nép öröme lesz. Üdvözítő született ma nektek. Csak ezt az egy pici üzenetet rejtsük a szívünkbe, és hitünk teljességével fogadjuk el. Lesz erőnk,
lesz kitartásunk, lesz jövünk, ha ebben a hitben éljük meg a magasságokat és a mélységeket. A nagy öröm az, hogy Jézus Krisztus megszületett, ő velünk van, ma is, holnap is, és az ő eljövendő dicsőségében. Amen. Thank you.